Sziasztok! A száraztésztát, tehát csigatésztát, kagylótésztát, szarvacskát és a többieket többféleképpen is fogyasztatóvá szokták varázsolni, minek eredményeképpen, jó esetben kifőtt tésztává avanzsálódik. Na hát én ezt a varázsolgatást már legalább 30 éve ugyanúgy csinálom, bármi nemű változtatást mellőzve. Kevés olajon látványosan megpirítom. Úgy értem, hogy a végeredmény legyen látványos, a pirításnak az eredménye. Közben pedig annyi vizet forralok, amiből még nem fog tudni kidagadni a főzés során. Ez egy ilyen fél kilós tésztánál körülbelül 1-1,5 liter víznek felel meg. Ahogy ilyen szépen megpirult, felöntöm a forrásban lévő vízzel. A pirítást egyébként folyamatos kevergetés mellett végeztem. Ezután dobok rá egy fél evőkanál sót. És nagy lángon, szigorúan addig főzöm, ameddig a csomagoláson lévő tájékoztató előírja. Ennél a tésztánál 7-9 percet írt, úgyhogy ez nálam 9 perc lesz. Úgyhogy már mérhetjük is az időt. Oké. Ahogy lejárt az idő, leöntöm róla a vizet, aztán kész. Amennyi vizet felvett, az értelemszerűen marad, a többi pedig megy a mosogatóba. A mosogatónak sem árt, legalább kicsit kipucolja a szifont. Ezután pedig nem öblítem le, nem csinálok vele semmit, csak hagyom fél órát pihenni, így fedő alatt. Néha persze megszellőztetve leveszem a fedőt egy kicsit, hogy még így is veszítsen a víztartalmából, és ennyi. Jó, és akkor most jöhet a fél óra pihi. Fél óra elteltével fellazítom, és mehet rá a pörkölt. Még egyszer mondom, nem öblítem, csak pihentetem a fedő alatt. Néha megszellőztetve, összetapadás ellen pedig bőven elég az az olaj, amiben még pirítottuk, és így visszamaradt, miután leöntöttük a vizet. Ennyiből áll nálam a száraztészta kifőzése. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!